Tóth Nacsa Elvira nemrég azért döntött a felnőtt képzés mellett, mert szakmájában már több éve nem kap munkát, most könyvelést tanul. A szakmám kereskedő, 2010 óta nem tudok elhelyezkedni a szakmámba, több tényező miatt, van, aki azt mondja, hogy az egyik helyre fiatal vagyok, a másik kritérium szerint pedig már öreg. A Zentai Archimedes oktatóközpontban egyre nagyobb igény van a felnőtt oktatásra. Ez abból is látszik, hogy még azelőtt megtelnek a csoportok, mielőtt a képzéseket meghirdetnék. A férfi szakmák közül a legkeresettebbek hegesztő, lakatos, gépjármű szerelő, vízvezeték szerelő és a hasonlók. A női szakmák közül pedig inkább a szépségipar területén vannak érdeklődők. Ide tartozik a kozmetika, a masszőrképzés, a sminkes képzés, és hát ami, tehát egy főszakmának is megfelelő képzés, ez a könyvelői képzés. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Zentai kirendeltségének ismeretei alapján az, hogy valakinek van-e munkája, attól is függ, hogy mennyire keresett az a bizonyos szakma, amelyet az egyén tanult. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ingyenes átképzést szervez a munkaerőpiac igényei szerint. Ingyenes képzést tart az ismert munkáltatók számára, de folyamatban van egy titkári képzés is, amelybe a fogyatékkal élőket kapcsoltuk be. A hónap végig tartó tanfolyam témája a fóliasátra zöldségnövény termesztés lesz, de indítunk egy képzést burek és leveles tészta készítésével kapcsolatban is. Annak érdekében, hogy mind többen jussanak munkához, a Zentai Sportcsarnokban március 24-én 11 órai kezdettel állásbőrzét tartanak, amelyre a zentai munkáltatókon kívül most először csókai és adai munkáltatókat is meghívtak.